Köszöntöm Önöket, szeretetek, köszöntelek benneteket, tisztelt magyar honfitársaim! És egy szörnyű dolog miatt jöttünk el ide. De nem pusztán arról szeretnék ma beszélni, hogy mi történt a Bicskei gyermekotthonban, hanem arról a jelenségről, ami ide vezetett. És ez a jelenség az elsősorban most a Fideszről szól, mert a Fidesz uralkodik ebben az országban hosszú évek óta. Éppen ezért nem szeretnék sokat beszélni azokról, akik ma idejöttek, mint fő demokraták, hogy megzavarjanak minket demokratikus jogaink gyakorlásában. Ezért tényleg a Momentumnak, ha már idejöttek a Momentum vezetői, politikusai, akkor csak tényleg néhány mondatot aztán a Fideszről, és erről a óriási rendszerhibáról és problémáról szeretnék beszélni, ami ide vezetett, ami a Vicskei Gyermekotthonban történt. Szóval annyit szeretnék csak üzenni a Momentumosoknak, DK-soknak, kik vannak még ebben a Balliverális összefogásban, Jobbik, MSP, LMP és a többiek. Szóval nekik csak annyit szeretnék mondani, hogy olvasgassanak tanulmányokat. Olvassák el például, ha már úgyis szeretnek Amerikába járni, hogy onnan kapják a parancsokat, az utasításokat a bankároktól, akkor olvassanak mondjuk egy amerikai, kanadai, szexológus, Ray Benchard, igencsak jó tanulmányát, ahol óriási Munkát belefektetve ezzel a kutatásával bizonyította be azt, hogy a pedofilok esetében jóval nagyobb az aránya a homoszexuális elkövetőknek, mint az össztársadalmon belül a homoszexuálisok aránya. Az ő tanulmánya azt mutatja, hogy a pedofil bűnelkövetők, a gyermekekre támadó pedofilok 25-40%-a a saját neméhez vonzódik, tehát férfiként kisfiúkat támad meg és 41,5%-a a pedofiloknak mindkét nemet megtámadja. Kisfiút, kislányt, megtámadó férfiakról beszélünk, például a tanulmány esetében. Szóval olvasgassanak ilyen tanulmányokat Donát Annának, elküldöm a hivatalos parlamenti címére, de most nincsen idő arra, hogy az összes ilyen tanulmányt felsoroljam, de ez a bal liberális oldal az, amely megnyitja globálisan az utat a szexuális devianciáknak, hiszen soha nem tudjuk, hogy az LMBTQ után még milyen betű következik. Hogy mikor jön a P betű, meg a Z, meg a többi betű. Szóval óriási felelősségük van ezeknek a politikai erőknek abban, hogy eljutottunk ide. De ez a mai rendezvény mégiscsak elsősorban a Fideszről szól, tehát én többet róluk nem szeretnék beszélni még akkor sem, hogyha ezért jöttek ide. Megkapják a tanulmányt, olvassák el. De mégiscsak a Fidesz az, aki uralkodik ebben az országban, kormányoz, és nem véletlenül használtam az uralkodás szót, hiszen ma már mindenhol ott van, és mindent befolyásol a Fidesz, és mindenhova rátette a mancsát. És az elmúlt tizen akárhány esztendőben itt volt a Bicskei gyermekotthonban egy olyan ügy, amely nem egy egyszerű, nem egy egyszeri eset, hanem legalább 2004 és 2016 között folyamatosan vásárhelyi János, mert kimondom a nevét ennek a mocskos szörnyetegnek, a gyermekotthon vezetőjének, mert nem értünk egyet azzal a Fidesz és a balliberális pártok által is képviselt liberális gyakorlattal, hogy ebben az országban a bűnözőknek, még a pedofiloknak is több joga van, mint a tisztességes dolgozó magyaroknak, vagy akár a gyermekeknek, ezért jogaik vannak, és a mai napig V. Jánosként emlegeti a sajtó ezt a mocskos pedofil bűnelkövetőt. Tehát mondjuk ki a nevét, mutassuk meg az arcát, ahol csak lehet, hiszen meg kell ismerni az összes bűnözőt, különösképpen a pedofil bűnözőket. Szóval ez a vásárhelyi János nevű szörnyeteg, aki ha mi hazánkos kormánya lesz Magyarországnak, akkor az első dolog, ami megtörténik vele, az, hogy kasztráljuk. Aztán egészen biztos, hogy egészen biztos, hogy az nem történhetne meg egy mi hazánkos kormányzás alatt, hogy mondjuk 8 év börtönt kapjon valaki azért, mert legalább, tehát még egyszer mondom legalább, mert ennyiről szólnak a bizonyítékok, 12 éven keresztül folyamatosan élt vissza a hatalmával, a rábízott gyermekeket megtámadva, követte el bűnös, mocskos tevékenységét. Ez alatt az időszak alatt legalább tíz gyermekről tudunk, tíz kisfiúról, akinek az életét tönkretette. Hiszen azt is látni kell, hogy egy életre szóló hatása van mindannak, amit ez a mocskos pedofil szörnyetek vásárhelyi János itt elkövetett. És ez egy öngyilkossághoz vezetett, egy gyermek élete tönkrement, és aztán öngyilkos lett. És azt is tudjuk, hogy különböző hatásai vannak többek között pedofilok által megtámadott gyermekek, utána fölnőttként különböző lelki problémákkal, sérülésekkel szenvednek. Van, aki homoszexuális lesz felnőttként, van, aki pedig maga is pedofil. Ezek a tanulmányok, amiket Donát Anna e-mail címére elküldök majd, ezek ezekről is szólnak. Amiknek ők, ezek a politikai erők Nyitnak utat, sőt, népszerűsítik őket. És ami a Fidesz rendszerét illeti, én ennél képmutatóbb rendszert, hiszen sokféle jelzővel illették már a Fidesz hatalom gyakorlását, de azt gondolom, hogy a képmutatás az, ami a leginkább illik a Fideszre, én ilyen kormányzásra, én ilyen rendszerre nem is nagyon emlékszem. Mert amikor mondjuk a kommunista rendszer volt, akkor az arcunkba vágták, hogy ők kommunisták, kisöpörték a padlást a kommunizmus nevében. De az sem volt ennyire képmutató, mint amilyen a Fidesz. Mert hogyha végig vesszük azt, hogy csak az elmúlt időszakban, csak az elmúlt években hány ilyen ügy bukott ki a Fidesznél, hány ilyen ügy derült ki, akkor azt látjuk, hogy a Fidesz esetében itt valamiféle rendszerhibáról beszélhetünk, mert itt nem elszigetelt esetek vannak. Hanem arról van szó, hogy ilyenkor mindig egy-egy pillanatra látszik a Fidesz valódi arca. Látszik, hogy még mindig ugyanazok a liberálisok, mint az itt most tüntető momentum, hogy Orbán Viktor valójában legbelül a máz, a nemzeti színű máz alatt még mindig a liberális internacionáli alelnöke. És az egész párt így működik. Vásárhely János ügye, az nem egy egyedi eset, hogy hagyták ezt a mocskos pedofilt hosszú éveken keresztül, hogy szabadon tegye tönkre gyermekek életét. Hiszen 2011-ben már feljelentés volt ellene. A kollégái, nevelők jelentették fel, és eltussolták, elsikálták ezt az ügyet. Valahogy megúszta. És ez is jól mutatja, hogy akinek a házától ide vonultunk, akinek a kegyelmi ügye miatt napvilágra került ez az egész mocskos történet, ő maga nem lehet ártatlan. És nem egy egyszerű, hamis vallomásról volt szó, nem egy, egy kényszerítésről volt szó, hogy egy szegény, cserben hagyott, magára hagyott, megtámadott, egy szörnyeteg által tönkretett gyermeket arra bírt rá, hogy ne tegyen vallomást, ne mondja el, hogy mit művel a pedofil Vásárhelyi János, hanem itt egy folyamatról van szó. Itt rengeteg gyermekkel ugyanez megtörtént, megtörténhetett. Létezhetetlen, hogy miután 2011-ben már rendőrségi nyomozás volt pedofília miatt Vásárhelyi János az igazgató ellen, az igazgató helyettes ebből nem vesz észre semmit. 12 éven keresztül zajlott ez a szörnyűség ebben az intézményben. Legalább annyira bűnös az, aki az elnöki kegyelmet kapta, mint maga a pedofil. Hiszen ott állt mellette, segítette ebben. És nem a gyermekeket vétte, ami a kutya kötelessége lett volna, hanem a pedofil bűnözőnek segített. És ez mutatja ezt a rendszert, hogy ez megtörténhet. Hogy megtörténhet ez az a Fidesz uralma idején, hogy Kaleta Gábort, a perui nagykövetet titokban hazamenekítik, amikor az amerikai és a kórai hatóságok derítik ki, hogy egy magyar diplomatának a számítógépén 19 ezer gyermekről, gyermeket ábrázoló pedofil kép van. És ezt nem a magyar hatóságok derítették ki, hanem külföldi hatóságok. Ezek után mit tesz a Fidesz kormány? Hazamenekíti. Azt a mocskos pedofilt, Kaleta Gábor diplomatát is. Mi ott voltunk, én személyesen ott voltam, elmentem a lakcímére, Kaleta Gábornak, amikor ez az ügy kirobbant. Mi végig a megalapításunk óta a mi hazánk mozgalom igyekeztünk rávilágítani a figyelmet arra, hogy miközben állítólag a gyermekeket akarja megvédeni a Fidesz, valójában ezek a pedofilok valójában rengeteg devián szabadon ugyanúgy élhet, mint a korábbi balliberális kormányok alatt, sőt a Fidesz, ha az ő embereiről ez kiderül, akkor megvédi őket. Nem a gyermekeket, Kaleta Gáborokat védi meg. És nem csak Kaleta Gábor ügye. Ott volt még ezer ügy, amiből látszik, hogy milyen valójában a Fidesz maga. Ott van Szájer József, mindenki által ismert története. Szájer József nem egy tegnap a Fideszbe került politikus volt. Nem mondhatja Orbán Viktor, nem mondhatja senki a Fidesz vezetéséből, hogy... Nem volt valami gyanús, vagy hogy nem tűnt föl, hiszen már az alapításnál ott volt alapító tagja a Fidesznek, Szájer József. Fiatal korolta ismerték. És olyan szemtelenül, pofátlanul tette, amit tett, hogy a Covid-diktatúra lezárásai idején ment el egy kvázi nyilvános, deviáns, homoszexuális szexorgiára a Fidesz egyik vezető, alapító politikusa. Nem mondhatják azt, hogy titokban zajlik ez a Fidesz csúcsvezetői környezetében. Nem lehet azt mondani, hogy Novák Katalin kegyelmi ügye az egy elszigetelt egyszeri eset volt. Hanem egyszerűen ez a normális a Fidesz köreiben. Hogy egy ilyen embernek, mint a, itt a gyermekotthon igazgató helyettese, normális a Fidesz köreiben, hogy kegyelmet akarnak adni egy pedofil segítőnek. Ez nem tűnik föl a Fidesz körein belül. Hát Szájer is tehette, amit tehetett. Sokáig, hosszú éveken keresztül. És még mindig folytathatnám a sort. De ne csak a szexuális devianciával kapcsolatban, vagy a gyermekvédelmel kapcsolatban képmutatást soroljuk fel, mert akkor reggelig itt leszünk. Fidesz esetében. Hanem nézzük azt, hogy például az a Bajer Zsolt, aki aki most, aki most, bejelentette, hogy itt az ideje, hogy a Fidesz erőt demonstráljon. Hogy kivigyék a Fideszre szavazó, egyébként nagy részt tisztességes, becsületes, nemzetérzelmű keresztény szavazóikat, hogy erőt demonstrálva, még egyszer mondom, megmutassák, hogy ott állnak a mögött, a Fidesz mögött, amely azt teszi, amiből most Némi ízelítőt láthattunk. És az a Bajer Zsolt álmost ennek az erődemonstrációnak az élére, hogy megmutassák, hogy a keresztény nemzetinek hazudott Fidesz mennyire egységes a mostani botrány kellős közepén is. Az a Bajer Zsolt, aki ennek az egész Fideszes képmutatásnak szintén Fidesz alapítóként az egyik emblematikus figurája. Hát Bajer Zsolt, aki 2006-ban amikor nekik nem volt bátorságuk, de nekünk hazafiaknak volt kimenni az utcára minket fenyegető gyurcsány kormánya a szemben. Bajer Zsoltnak akkor a legfontosabb feladata az volt, hogy engem megpróbáljon bemocskolni, megvádolni azzal, amit én magam írtam meg a 2005-ben megírt könyvemben is, hogy ki volt a déd -nagyapám. Az a déd aki nem volt kommunista, nem volt nyilas, nem volt áriás besugó, de törvényszéki bíróként szörnyű bűnöket hajtott végre a nemzetem ellen. Mert nem volt bátorsága szembe menni az akkori kommunista rendszerrel, Kádár Jánosékkal, akik letették elé nyilvánvalóan a koncepciós perek ítéleteit. És én ezért haragszom rá, és soha nem mentem fel a bűnei elől, ezért néztem én magam szembe az ő bűneivel, miközben nekem semmi közöm soha nem volt hozzá, hiszen nem is ismerhettem, jóval születésem előtt meghalt, és a 30-as években, a horti rendszer idején a nagymamámat pici két-három éves gyermekként magára hagyta, új életet kezdett, új családja lett Budapesten. Nekem közöm nincs hozzá, nem nevelt, sosem láttuk őt, de a vérokonság okán én kiálltam, és most is kimerek állni, és merek erről beszélni a nyilvánosság előtt. És az a Bajer Zsolt csinált ebből politikai ügyet, és próbálnak a mai napig lejáratni ezzel, akiről éppen most derült ki néhány héttel ezelőtt, hogy az általa egy hősnek bemutatott nagyapjáról, aki viszont őt nevelte, ő ismerte, aki a térdén lovagoltatta. Arról a nagyapjáról derült ki az, hogy nem hős volt, hanem nyilas, aki aztán, amikor fordult a kocka, önként jelentkezett az AVH-nál besugónak. És kommunista besugó lett belőle. Miféle ember volt tehát Bájer nagyapja? De ez az ő dolga. Soha nem beszélnék erről, mert nem tartom őt felelősnek a nagyapja tetteiért. De ő folyamatosan beszél. Mások déd nagyszüleiről is, mert pontosan és jól jelképezi ezt az egész fideszes mocskos képmutatást, hogy kik ők valójában. És nem csak a nagyapjával kapcsolatban hazudott nekünk, hanem például Trianonnal kapcsolatban is. Mert azt is nem ő vallotta be, hanem a Mi Hazánk mozgalomnak kellett lelepleznie, a Veszprém vármegyei vezetőnknek kellett kiderítenie, hogy a Nagy Magyarország parkban is indiai vendégmunkások laknak már lassan egy éve. Ez a nagy magyarságuk. Ez van a Veszent Rianon mögött a Fidesznél. És amikor leleplezzük, akkor nem azt mondja Bajer Zsolt, hogy azonnal oda megyek és kirakom onnan az indiai vendégmunkásokat, akik ugye bár elveszik a magyarok munkáját, meg letörik a béreket, és kiszolgálják az amerikai multicéget, ahol dolgoznak, nem ezt teszi Bajer Zsolt, hanem legaz ember ez engem, ami rendben van, mert nekem nyilván mindent el kell tűrnöm, ha már politikai pályán vagyok. De nem ez a baj, hanem az, hogy nem oda megy, nem kirakja a Nagy Magyarország Parkból őket, hanem utána elmondja, és megtapsoltatja magát a híveivel, elmondja, hogy szerinte semmi gond nincs a vendégmunkásokkal, ami ugyanolyan migráció, mint ami ellen állítólag a Fidesz küzd. Hát ez is képmutatás. A migráció, a bevándorlás elleni politikájuk ugyanúgy képmutatás. Nem csak erkölcsi kérdésekben vállalhatatlanok és képmutatóak a fideszesek, hanem a gazdaságpolitikájuk is tulajdonképpen minden egy képmutatás. Magyar nemzeti politikáról beszélnek, amikor a gazdaságpolitikájuk ugyanolyan, mint a most éppen ellenünk tüntető balliberálisok gazdaságpolitikája. Ugyanúgy a globalistáknak kedveznek, ugyanúgy a multinacionális nagyvállalatoknak kedveznek, nem a magyar dolgozónak, nem a magyar munkásembernek, nem a magyar mezőgazdaságnak, a magyar gazdáknak, nem a magyar vállalkozásoknak. Mondja el nekem valaki, hogy mitől lehet magyar és nemzeti ez a Fidesz? Mitől lehet keresztény ez a Fidesz? Mitől lehet jó a magyarságnak az, hogyha ez a Fidesz kormány továbbra is fennmarad? Nyilvánvalóan a Fidesz helyett, ha jön a balliberális kormányzás, azt már ismerjük, és mi azt sem akarjuk. Ezért van egy olyan egyenes, a világnézetét soha nem változtató, politikai közösség, amelyet jelenleg a parlamentben a Mi Hazánk mozgalom képvisel. Ez a harmadik út, mert elég volt a Fidesz képmutató hatalom gyakorlásából, és elég volt a balliberálisokból is. Végre egy igazi magyar út kell, és ez jelenleg a Mi Hazánk mozgalom útja. Ezért Ezért a mi hazánk mozgalom, megteszi azt, amit sem a balliberálisok, sem a Fidesz nem fog megtenni. Olyan alkotmánymódosítást, olyan törvénymódosításokat kezdeményezünk az Országgyűlésben, amely valós védelmet ad a gyermekeinknek, amely kizárja azt a fajta politikai képmutatást, amit a Fidesz megtestesít, és amely igazi büntetést fogadni a pedofiloknak, a vásárhelyi Jánosoknak, akiket örökre ki kell vonni a magyar társadalomból, soha többet nem lehet pedofilokat visszaengedni a magyar társadalomba, soha többet nem mászkálhatnak a gyermekeink közelében. Nekünk olyan törvényekre, olyan jogbiztonságra van szükségünk, amely a tisztességes itt élni és dolgozni, és családot alapítani, vagy gyermekeket nevelni akaró magyarokat védelmezi a bűnözők helyett. Ezt fogjuk majd megtenni, mert ez sem a Fidesztől, sem a balliberálisoktól nem várható. Nagyon szépen köszönöm önöknek, nektek még egyszer, hogy eljöttek, eljöttetek, és hogy mindannyian értik, értitek, hogyha mi nem küzdünk nem állunk ki a hazánkért, nem állunk ki a népünkért, akkor az helyettünk más nem fogja megtenni. Úgyhogy még egyszer köszönöm igazi honfitársaim, igazi hazafiak vagytok. Köszönöm még egyszer a bátorságot is.